Korábban már említettem ugye magát a egészen különleges Airplane című filmet, amelyben mókásan mutatták be a légidő fogalmát, és ez azért egy nagyon komoly jelenség egyébként. Erről fogunk most beszélgetni dr. Felkai Péter professzor egyetemi docenssel. Jó reggelt kívánok, amit Cseszer Szilviával, turisztikai szakértővel. Először, hogyha szeretnénk tisztázni, hogy mit is akar a légidő, amelyet mókás formában láttunk ebben a világhírű filmben, akkor mit is értünk az alatt, hogy légidő? Nagyon sokszor olyan jelenség tapasztalható, egyrészt a repülőgép személyzetében, de már az előcsarnokban is, hogy az utazni, tehát az utazó, vagy aki utazni vágyik, érthetetlen módon agresszív, veszélyeztető magatartást tanúsít. Ez az indulási csarnokban nem annyira veszélyes, de a repülőgép fedélzetén akár kényszerleszállást, akár súlyosabb következményeket is vonhat maga után. Erről majd később szeretnék beszélni. Gyakorlatilag a légidős meg jól meghatározott eredői vannak, erről is majd gondolom lesz szó, de maga a légidős az a kritikátlan, fenyegető, agresszív viselkedés, amit egyébként sajnos nap mint nap találkozhatunk az utakon. És ez az, van is egy ilyen orvosi kifejezés, hogy utazás, car rage, tehát utazási düh, ezt így lehet fordítani. Mennyire gyakori ez a jelenség? Hogyan készülnek erre a turisztikában? Hát a repülésben azért nem annyira gyakori, bár ennek most pont ellent kell, hogy mondjak, mert pont tavaly volt részem egy ilyen eseményben, tehát életemben először is egyáltalán nem vágytam rá, hogy ez megtörténjen. Pontosan egy ilyen extrém utas viselkedés nyomán egy kényszerleszállásra került sor, ráadásul egy nagyon hosszú járaton, tehát Madagaszkár-Párizs közötti járaton, éjszakai járaton ráadásul, és egy olyan óra, másfél órával a felszállás után az egyik utas, aki valószínűleg vagy alkohol hatása alatt, tehát vagy más módosítószerek hatása alatt, elkezdett először csak hangosan beszélni, be akart jutni a pilóta fülkébe, és az utaskísérő határozott utasítása ellenére elkezdett ott keménykedni, és utána bement az egyik WC-be, és elkezdte szétverni. Úgyhogy ezután bement utána a légiutaskísérő, akinek neki támadt, tehát egész komoly verekedés alakult ki, úgyhogy az összes többi utaskísérő jött és leteperte, és végül kényszerleszállásra került sor, tehát egy egészen szélsőséges eset volt, és el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem olyan, mint a filmeken, hogy milyen érdekes vagy izgalmas, halálosan rémisztő fent a levegőben, amikor tudja az ember, hogy egy 11,5 órás út előtt áll, és ennek úgy nagyjából az elején ez megtörténik. Úgyhogy végül is az utast hatástalanították és beültették a hátsó sorba, de úgy döntött a kapitány, hogy leszáll, és Tunézban végül is letette a gépet, ahol átadták a rendőröknek, illetve a orvosoknak. Említette az alkoholt vagy más tudatmódosítószer hatása alatt lehetett. Mi is a kiváltó oka egy ilyen légidőnek? Három kiváltó oka lehet. Nyilvánvaló a legtermészetesebb és sajnos a leggyakoribb az ital, amit például az első osztályon vagy a business osztályon ingyen kap a beteg, illetve az utas elnézést, illetve a business lounge-be is korlátlanul hozzáférhet, és már kapatosan száll föl. Ez a leggyakoribb. Két dolgot azonban nagyon gyakran elfelejtünk, mikor erről beszélünk, a légidűsről. Ez az agresszivitás, ez a nyugtalanság például pont a hosszú járaton a dohányzás elvonásával jár. Ez elvonási tüneteket okoz, illetve a másik, amit itt is talán Szilvi elbeszéléséből kiderült, hogy a felszállás után történt ez a dolog, tehát feltehető például az is, hogy a hosszú várakozás alatt annyira leesik az illetőnek a vércukra, hogy gyakorlatilag mentális reakciók támadnak, ugye, hogyha valakinek alacsony a vércukra, vagy egyéb más betegsége támad, tehát ez is okozhatja. Illetve, ami talán az egyik leggyakoribb, és hogy úgy mondjam, normális emberekkel is előfordul, az,
hogy az utazás önmaga egy stressz. Az egy stresszogén tényező. Pláne most, hogy nem tudjuk, hogy késik-e a gép, megérkezik-e a csomagunk, akkor ugye a biztonsági átvizsgálás, ami valljuk be, hogy egy nagyon megalázó procedúra, akkor, és főleg sajnos az a helyzet, hogy a Covid után még mindig nem állt helyre az az utazás, tehát nagyon gyakoriak a járatkésések, nagyon gyakoriak a csomag eltévedések, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Repülési Szövetség bevallotta, hogy a légitársaságok már elérték ugyanazt a profitrátát, amit Covid előtt. Tehát ezek az okai, ezek lehetnek az okai, nyilvánvaló a biztonsági személyzet, illetve az elhárítás, ezt nem vizsgálja a hatóság, hanem azonnal lekapcsolja az illető, aki így viselkedik. Egészen szélsőséges reakciók vannak. Nyilván a fenyegetett nemzetek, tehát Izrael vagy az Egyesült Államok érzékenyebben reagálnak. Az Egyesült Államokban például egyes járatokon az úgynevezett légimarsalok ülnek, de egyébként az izraeli járatokon, tehát az ELA járatokon is, aki ilyen viselkedés alapján fegyveresen is közbelép, az Egyesült Államokban nem egyszer előfordult, hogy agyon is lőtték az így viselkedőt. Úgy egyébként azt szeretném meg, hogy ezeket hogy fékezik meg. A kapitánynak joga van letartóztatni az így viselkedő utast, és joga van megbilincselni, van is bilincs mindegyik járatgépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és mindezt elmondták nekünk. Köszönjük szépen.